De fel rakom a lábam, mert az a térdem fáj. Meg legalább valaki szorítja le a motorodnak legalább az oldalát. Meg amúgy is, szevasztok, és az MXGár csatornát nézitek. Sziasztok, az MXGár csatornát nézitek. Sziasztok, az MXGár csatornát nézitek. A MXGár csatornát nézitek. Na hát gyerek, csupa sztár áll mellettem, mert mindenki kim volt a királyválasztón rajtam kívül, de hát én itt a boltba tartottam a frontot. Patrik azt csak nézte, mert ő annyira nem jó, hogy elmerjen indulni. Tibi elindult, végigment, Kálmi elindult, végigment. És hát erről fogunk egy kicsit beszélgetni, mert a Patrik kívülről látta őket, hogy hogy mentek, a Tibi belülről is látta, a Kálmit egyszer hátulról is ugyanis adott neki kört. A Kálmi meg látta a Tibit hátulról. Engem. De kört nem tudta neki, de amikor elment melletted, akkor láttad. Kétszer láttam és ügyesen hátulról. Ment. Nagyon, nagyon. Egyszer a rajtba. Utána meg amikor kiabált mögöttem, mert fájtba volt, és így elmentek így vonatba mellettem ketten. Na. És a Tibi most adott Tibi... életében először valakinek kört. És ez is a kollégám. Tibi, hogy ment hátulról a Kálmi, jó? Jó, hátulról mentem a legjobban. Előzeti körön ott volt mögöttem, figyeltem is, nagyon jól ment. Azt egyszer csak volt egy feljáró, eltűnt. Aztán vártunk rá sokat. Igen. És olyan kemény volt egyébként a pálya, volt, ahol Kálmi leszállt a motorról. Ahol le kellett szállni a motorról, azt mondta a Kálmi. Nekem. A Tibi, le kellett szállni? Te nem. Akkor nem ugyanott mentél, te elcsaltad. Lecsaltad. Én biztos, hogy lecsaltam. Ottan a lefelé vagy Csikenen elmentél, igen, Tudi. Igen. Na szóval nagyon kemény volt, mert volt egy rész, ahol le kellett szállni. Esetleg aki indult és nem szállt le, akkor az valamit nem jól nézett, vagy akkor ő is lecsalta. Nem, nagyon jók voltak. Kálmi is jó volt, de nehéz volt. Nagyon jó volt, de nagyon nehéz. Amúgy összességében maga az érzés az valami fenomenális volt. Ugye az egész versenyhangulat, ahogy ott készülődik mindenki, hogy tolják át a motort a gépátvételen, akkor utána mindenki megy a melegítőkörre, akkor beálltak mindenki a felvezetőkörre. Ez egyébként akkor... a Kálmi versenymotorja. Most már versenymotor, most már... Van rajtszáma. Team 81, meg MXGAC. Meg a GmbH, meg a GmbH. Amúgy erről jut eszembe, ugye, amit lecsináltatva torta, mert lecsináltatva egy torta, talán még azt hiszem meg is van a fotó. Igen, meg itt van az asztal. Igen, csak már igen. Ugye volt rajta, ugye rajta volt a Team 81 Enduro Mika GmbH, a húgom azt hitte, hogy az van, hogy azért Mika, mert hogy Kál Mika. és hogy így becéztek engem, hogy Mika. Mika. Hát mondom. És erre már egy gyárat is alapított, ugye, a GmbH. Nem is olyan kicsi. Egy vállalat. Így van. Fölvette a nevedet. A Kál Mika GmbH. De amúgy összességében a verseny az valami iszonyat jó volt, a pálya az hú. Annyi, hogy a vércsoportod most néző, hogy nincs rajta, mert állítólag annyira ki volt, hogy még majdnem vért is kellett adni a defibrillátor. A harmadik körben már csak így lógtam a motoron. Szóval tényleg, amit az elefántosat mondd már el. Mondtam is a Patriknak, hogy van a nagy elefánt, és azon utazik a légy. Na, a motor volt az elefánt, én meg a légy. Már csak így kapaszkodtam az elefántba. És... csak... De egyébként nagyon nagy szám, gyerek, hogy nekünk a Kálmi egy országos világbajnok a szemünk, mert végig jutott. Tehát én mondom, hogy a felvezető gőr után ki fog állni, azt mondta, hogy ez erre bele is gondolt, hogy tényleg ki kéne állni, de hát konkrétan a becsülete végigvitte. Úgy voltam ezzel az egésszel, hogy amikor végigment a felvezetőkör, ugye amikor jöttem lefelé már az ugratók fele, ottól már kicsit úgy nem az van, hogy csiki-csuki, jobbra-balra, kanyar, föl, le, minden, hanem már csak így tényleg így ki lehetett gurulni, kicsit lehetett lazítani, mert nekem az lazítás volt, én örültem, hogy ott a sima a terep. Úgy éreztem a karjaimat, hogy be van durranva, fáj. A kuplunk használt is szó szerint kint szenvedés volt. Kármik léget nehéz... akart rakni a motorra egyébként még nem, az előbb. Nem nehéz a kuplungom, de akkor is basszus, pff,
borzasztó volt, és akkor így vert a víz minden bajomot, elmondom, lehet, hogy ki kéne állni. Körítőket egyébként nagyon jókat tud menni a Kálmi, annyira tetszett neki a pálya, hogy 25 percig nézelődött a pályán. Legjobb kör, ez volt a legjobb kör. A Liz Karoli, aki megnyerte, ő 11 perceket tud, tehát ő neki nem nagyon tetszett valószínűleg. Gyorsan tudagad lenni, a kámjagot szépen kis erdőség, lefelé, fölfelé. Hallgattam, a madár csicsergés, minden volt. Tehát ő neki borzasztóan bejött ez az egész, úgyhogy ő még maradt volna egyébként. Még lehet, hogy nem mindig, még most is menne. Nagyon jó volt. Azért rakjunk respektet, hogy amikor megnéztük a végeredményt, akkor Kámi nem lett utolsó. Ennyi. Igen, mert kiestek előtte. Igen. De amúgy voltak srácok, nagyon durva volt amúgy. Előztél meg valakit amúgy? Akik elestek előtte. Na, tök jó. Aki utána azok visszaelőztek. Nem tudom. Nem tudom, mert szerintem lehet, hogy ők estek ki, mert ott a mély homokba, ott nagyon elfeküdt a motor. Meg még ilyen tempónál már csőlátása van az ember. Tehát, hogy nem is nagyon látod a környezetet, csak így egy ilyen. Nekem nem azért volt csőlátásom, nekem a vérnyomásom miatt volt csőlátásom, hogy ne halljak meg. Hát a lefelék, úristen, hát te tudod jó, hogy attól félek a legjobb. Én megláttam, amiket általában mások beugranak. Hát de úgy könnyebb. Hát persze. De te meg ott lementél. Azok átugorják, mert ők se tudnak lemenni. Rámenni. Nem mernek lemenni, hanem átugorja, és te ott le tudtál menni. Én legurultam, hallod, de az... Szét volt a Csabi basszus. Tibi, akkor mesélj te valamit róla, hogy neked milyen volt belülről. Olcsom, meg téged is a Csabi egy kicsit. A Kálminak horror volt neked. Figyelj, én rohadt jól éreztem magam. A pálya az ugyanolyan volt, mint tavaly, nehézségben. Az előkészítettsége is olyan volt, mint amely, amúgy rohacsukat beleraktak a szervezők, mert alapvetően egy jó vonalvezetési pálya. Én magam az életemben sosem szerettem a homokot, főleg a mély homokot, és azért... Ez nem volt az. Volt benne trükk, de meg kellett oldani. Hmm. Voltak olyan feljárak, ahol tényleg egy nyomosra alakult ki, és muszáj volt belemenned. Hmm. És néha tényleg a szerencsém volt, hogy beragadtál, nem ragadtál, feküdtek előtte, nem feküdtek előtte, de amúgy... Viszont van az a visszafordos főjár, ahol sokan azért nehezen tudnak följutni, a Kálmi minden körbe fölment. Kálmi tök jó felment. Úgyhogy fölmentem, annyi volt ugye nekem abban a nehéz, mert kérdeztem, ott láttam, hogy ott a középső, meg a jobb oldalon, ott egy az, hogy ott nagyon sokan ott betömörültek, és akkor kérdeztem, ott volt egy pályabíró, vagy nem tudom. Te megálltál verseny közben beszélgetni? Megkérdeztem, hogy most melyikre lehet ilyenkor rámenni, és akkor mondta, hogy nyugodtan a bal oldalira menjek rá, és akkor ott föl is mentem, ott gyakorlatilag hát nem tudtam tovább megindítani gázból, mint hogy a többiek, a tapasztaltabbak, a profibak, hogy megfogják, kiugratnak, és csumagáz, és így tűnnek el, hanem ott nekem ez, amit te is mondtál, meg amit sokan mondanak, hogy üljék ki a hátuljára, kicsi kuplunk, kicsi gáz, és akkor megpróbáltam szépen mászatni, abból lendületet venni, és akkor, amikor már volt kellő lendületem, akkor tudtam föltenni a lábamat akkor a láttartóra, és... a hatodikat, és onnan... Persze. Hát Kálmi csinált egy királyválasztós hardendúrót, na. Hát tényleg. Neki hardendúró volt. Azért Kálmi tiszteletére legyen mondva, hogy vannak olyan versenyzők, akik sehal, se láb, dömötör mennek a pályán, és Kálmi rettentő ügyes volt, mert mögötte jövő gyorsabb versenyzőket tudta, észlelte és elengedte. Meg ja, és gyerekek, hello, aranyérem, mi? Itt van rajta. Szerintem ez be lesz keretezve a mezével. Igen. Igen, ez élete első díja, nem? Ez igen, a részvétel érjen, ez gyakorlatilag ez volt életem első versenye. Ja, bocsánat. Patrik is te, hogy láttad a srácokat kívülről. Hát Tibi a szokásos. Ugye Patrik nem tudott elindulni sérülés miatt. Igen, az... Agysérülés miatt. Leginkább, de téged is megelőzött a Kálmi, meg a Tibi is. Egyébként igen. Hát ennyi, már egy első főset utáni a pályára már előtte. A Patrik rakta ki egy olyan posztot élőbe, hát én azt megláttam, amúgy szemtelen vagy, de amúgy nagyon jót röhögtem rajta. Szemtelen. Azt mondta, hogy Kálmi, most van az első körén, hogyha bárhonnan elindultok az országból, még ide értem. Ez olyan palsicsos volt. Igen. Az oltásra kinyílhatna. Nagyon jót nevettem rajta. De végülis mondjuk nem tévedett sokat, úgyhogy nem vettem sértésnek, nem tévedett sokat. Én tényleg... Szabolcs megyében lakok, aztán még Pilisjévre elindulni Kálmi első köréről, simán odaértünk volna az utolsóra. Simán. De ezt Patrikot úgy ismertétek volna meg, hogy zokni papucs, a háromcsíkos. Nem, most nem volt rajta papucs. Nem volt rajtam papucs, mert bakancs volt rajtam. Kivételesen. Csak azért, hogy a stabilabb talajfogást tudjam fogni. Hát, jól mentek a srácok összességében egyébként. Hát Kálmi befejezte a versenyt, aminek egyébként gratulálunk,
Csak én emiatt nagyobb összeget buktam el. Tényleg? Fogadtam? Nem, de ha fogadtam volna, nem biztos arra fogadok, hogy befejezed, hanem Csabival erősítettem volna, a felvezetőkör után kiállunk egyet pihenni. De szerencsére a felkészülése során Kálminak sikerült annyi hát, tanáccsal ellátni, hogy beláss azt, hogy ezt ha lassan is, de be lehet fejezni, és egyébként ezt tök jól megcsinálta, tehát nem zárták ki, befejezte igazából a versenyt, első versenynek egyébként ez nagyon jó. Igen, mert azt tudni, hogy annyira lassan mész, hogy nem teljesíted az 50%-át, az 50%-át annak, amit az első teljesít, akkor az befejezetlennek minősítik a versenyt. Tehát nem az, hogy csak bemész és egy kört mész, és így végigporoszkálsz, és akkor már végigmentél, hanem... Nem, a legalább a felét be kell fejezni, és akkor vagy csak értékelhető. Egyébként a pályán kell befejezni, mert volt olyan versenyző, aki a pálya elhagyás miatt lett kizárva, és elég ismert versenyző volt ő. Hát ilyenek mindig vannak, tehát ugye tisztességes versenyzés várunk ugye mindenkitől. Kálmán egyébként ennek teljesen eleget tett. Tehát volt, hogy ugye nem kockáztatott, valamiért úgy gondolt, hogy le kell szállni a motor és tolni. Egyébként a motorversenyeknél nem annyira jellemző, de ha neked így volt biztonság. Figyelj, tudom, hogy nem. Fél, legalább nem haltál meg, tehát ugye pont ez az, amit próbáltunk beléd verni. A biztonsági motorozás. Igen, biztonsági motorozás, meg motorozás, én véleményem szerint csak motoron lehet, tehát motor mellett nem lehet motorozni. ezt te tudod. Tibi hozta a szokásos formát, a háti versenyükbe ők eljátszottak, a kis német Weiser. Igen. És akkor... nagyon jó volt, mert a szokásos párharc elindult a rajtnál, mert azonnal az összes mindannyiunk elcseszte a rajtot, Roli ott valahol elő volt, azt láttam, akkor most nagyon elpicsáztak a rajtnál, az ótánommal megint összekeveredtünk így úgy kívülről belülről, második kanyar, Rolandunk ott feküdt a külső híven, akkor ott elmentünk neki, akkor ez volt előrébb, az volt előrébb, de tisztelet a srácoknak, olyan gyorsak voltak, hogy nem tudtam őket utolérni, hogyha Zolival most nem vívtuk meg a csatát, hanem elengedtem. Jó, de neked nincsen most seggcsontod. Jó, seggcsontod és egy kicsit nehezebb, de megoldottuk. Ennyi az úzódás. Ennyi. De amúgy mindenkinek tényleg hatalmas tisztelet, szóval az, hogy így ebbe a versenybe elindulni és folyamatosan ezt menni, tudom, ez egy, csak az egy órás oda, a két tehát órás, ez még komolyabb. Tehát most már minden endurókrosszos a második. Ja tényleg, te várjál. Patrik. Igen, mert amúgy azt tudni kell, hogy mi szoktuk szívni a Patriknak a vérét, mert ugye a Patrik, ugye hát most ismerjük, tudjuk, van egy arca, meg egy stílusa, mint egy pingpongasztal, néha akkora, de azért szoktuk szívni a vérét, mert hogy az enduro cross futamokra ő edzeni szokott járni, azért, hogy az enduron jól teljesítsen. Hát, és akkor ebből szoktuk neki azt mondani, hogy jó, enduro cross-os ízé, és akkor ez a megsértődik. Kámi eddig ezt egy teljes lenézően mondta, hogy jaj, te enduro cross-os, most elindult egy kis enduro cross futamon. Hát, le akarom. És megláttam, milyen cumi ez. Hát, gyerekek, rengeteg tanulságot. És valakinek ebből két órát kell kibírni. Hát igen, többet. De pontosan ezt mondom, meg 11 perces körül. Rengeteg tanulságot levontam ebből a napból, ebből az egy órás futamból. Tudom, én a 3-kört 4-körnek számolom, ugye a felvezetőkért számoltam. Kb. Benne van a versenytávban. Igen, mint a fekvenyomok, tudom, amikor rudat beleszámolják, akkor az csicskaság, de hát... Jó, de nekem ez másért fontos, szóval ez nekem egy élmény volt. Persze. Hihetetlen amúgy, hogy ők mit csinálnak, az valami egész elképesztő. Hát én sétálgattam a pályaszélén könnyes szemmel. Jó, igen most, de amúgy szóval tényleg így a felkészítésem során is a Patrik azért mutogatott egy-két olyan dolgot, hogy így bohóckodás vagy, az igen. Tegyünk hozzá nagy neveket, hogy van a sport. Ugye nem kor alapján mérik ezt a sportot. Amúgy Liszt Karolinak gratulálunk. Innen is gratulálunk, és az összes résztvevőnek még mellé. De én külön inkább a veterán és a szuper veteránokat emelném ki. Igen, mert te most már indulsz veteránba mától, boldog születésnapot. Jövőre. Ja, bocsánat. Jövőre? Majd jövőre. Egy év múlva ilyenkor Tibi indulhat veteránba. Yes. De ott két órát kell menni, nem? Happy birthday to... Igen, és volt, aki a veteránok közül megcsinált az egy órás futamot, és utána beállt egyedül a két órás futamba is. Atya világ! Azért... És befejezte? És befejezte. Ugyanúgy köszönjük a pálya elkészítőjének, mert úgy tök jó pályát csinált, és tök jót motoroztunk, Józsibának. De a versenyről talán azt emelném ki legjobban, hogy mindenki kicsit úgy volt, hogy szezon utolsó verseny, és motorozzunk vajót.
és a depóban szenzációs volt a hangulat. Mindenki mindenkivel beszélgetett, mindenki mindenkivel barát volt, úgyhogy ezért szeretjük ezt a sportot is. Fú, én halálra izgultam. Én a depóban annyira nem voltam beszédes, sőt, szerintem a depó, mert a verseny után sem voltam beszédes. A verseny után nem szólaltál meg. De várjál, a verseny után te hova tűntél? Nem, mi... Ezt meséld már el egyébként, hogy miért tűntél el, és miért nem váltad meg a rajtokat. Mentem haza aludni. Nehogy azt mondtad, hogy leintettek, és te már fél lábbal a kocsiban voltál. Hát, megvan videón, kb. Csak nagyjá, nincs meg a GoPro. Kb. Nagyjából, de ez van. Így van. Valahol van. Ahogy kimentem, majd átöltöztem, nyomtam egy pisit, és ültünk kocsiba, és haza. És ha jól tudom, másnap Bobuka az délig. Nem, így. Négyig. Nem, délbe írtam először, este lefeküdtem, és... Hát folyamatosan, folyamatos alvás. Így van. De lefürödtem minden, hát a fürdés is, hazamentem. Úgyhogy észre se vetted, hogy álmodom. Fetrengtem jobbra, fetrengtem balra. Tényleg, álmodom, le kéne fürdeni. És akkor kinyöszörögtem. Jó forró fürdő, az nagyon jól esett. Még a fater csinált este egy ilyen nagyon jó parasztvacsorát. Betoltam, lefeküdtem. És kész, vízszint. 2 percen belül aludtam. De úgy, mint... hogy fejbe vágtak volna. És mondom, másnap 11 dél, valahogy így keltem fel. Úgyhogy nagyon, nagyon kifáradtam. Na hát akkor szerintem mindenkinek gratulálunk, aki elindult, teljesítette, vagy legalább ott volt, és bármiért ki is kellett állnia, mert az is legalább elindult. Ú, tényleg én kiemelem az egyetlen női versenyzőt, aki megcsinálta. A Fanni. És ismerjük. Igen. Milyen köröket ment? Ugyanazon a körön ment, mint ti? Nem, kis körön ment. De figyelj, ott is, hogy volt? 4 és 6 perces körök voltak. Igen? Ami 14-ünk között. Szóval mindenkit arra biztatunk, hogy induljatok el versenyen, teljesíteni lehet. A Kálmi is életében először indult és teljesített, itt biztonsági körülmények között tudtok úgy motorozni, hogy biztos, hogy több lesz mentő. Több mentő is van, igen. Tehát mindig van jó a társaság, és... Mindenki vigyáz mindenkire, szóval igen. Nem motoroznak át a nyakadon, úgyhogy nagyon jó volt a társaság. Hát akkor főnök, te is szólsz egy-két jó szót Kálminak a sikeréhez? Gratulálok. Gyere! Itt a mikroport. Gratulálok Kálmán, egy sztár vagy. Tehát ebből a teljesítményből csak te tudtad kihozni ezt a sztárságot. Ehhez kell egy megfelelő karizmatikus személyiség. A szponzorok imádják az ilyeneket. Ennyi, tökéletes. Hát nem mindig a legjobb... A szponzor nem mindig az a legjobb, aki az első, hanem egy ilyen ember is. Akit lehet. Szeretnek az emberek. Így van. Ez egy tökéletes csomag Kálmán. Úgyhogy én gratulálok. Jövőre világbajnokságot. Így van, jövőre odamész és még jobb leszel. Igen, és akasszák a hóért, ugyanis Tomi azt mondta, hogy szerinte ő elindul. Igen, mert én beszari vagyok. Tehát innen is látszik, hogy Kálmi van kurázs, én beszartam. Á, nem és a jövőre majd veszek erőt magamon, és megpróbálom én is. De hát ez... Ez még messze van. Revansot veszik. Igen. Viszont a jó is, ebből ki lehet szállni, nem? Ebből a fogadalomból. Nem. Te kiszálltál. Ami tavaly. A YouTube-on fent van, az a YouTube-on fent van. De lehet, marad, lehet hogy nem ér mindig... majd rá a sportorvos. Ja, Kálmival meg kell beszélgetni, hogy foglalja a pontot az övéhez. Jó, és akkor veled megyek. Jó. Jó, akkor jövőre. Akkor jövőre ott találkozunk. Jövőre nagy sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.